Magyar Rozalinda, a Honvéd Kollégium egyik növendékei segítette az érdeklődő általános iskolások tájékozódását a nyílt napon. A most 10. évfolyamos diák a középiskola befejezése után a tervei szerint a honvédségnél szeretne majd dolgozni. A nyílt napon ugye én is részt vettem, és a bemutatás során nagyon részletesek, pontosak és nagyon kedvesek voltak, és ugye engem kiskorom óta érdekel a honvédelmi és a honvédség is. Fontos kiemelni, hogy a kollégium a debreceni Kratokvil-Károly Honvéd Középiskola és kollégium része, így Nyíregyházán csak kollégiumi elhelyezést biztosítanak, de annak egy speciális formáját. Ebből kaphattak ízelítőt az általános iskolás érdeklődők és szüleik, akik részt vettek az intézmény nyílt napján. Lézer és airsoft lövészet, harcászati bemutató és repülőgép szimulátor is várta az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetem mellett működő kollégium udvarán és épületében. Az iskolások a Magyar Honvédség történetét, a későbbi lehetőségeket, illetve a kollégiumi szobákat, épületet is megismerhették a nyílt napon. A kollégium növendékei reggel 5 óra 50 perckor kelnek, a jelenlegi 40 diák 8 különböző intézményben tanul, délután a középiskolákból visszatérnek ide a Sóstúi útra, majd 4 órától fél hétig szilencium, sportfoglalkozás és úszás vár a diákokra. Azért, hogy mi a pályaorientációt, tehát kimondottan a honvédelmi pályaorientációt végre tudjuk hajtani, ezért minden hónapban van egy olyan hétvége, amikor kötelező a bennmaradás itt a kollégiumban, és a péntek délutánt, illetve a szombati egész napot arra használjuk fel, hogy ezeket a foglalkozásokat meg tudjuk tartani. De természetesen a hétköznapokban is vannak olyan foglalkozásaink, honvédelmi nevelés foglalkozás például, amikor az elméleti részeket adjuk le, de a gyakorlati foglalkozások ezeken a hétvégi bennmaradásokon vannak. A Honvéd Kollégiumban felújított kétágyas szobákban élnek a növendékek, tanulmányi átlagaik alapján ösztöndíjat is kaphatnak. Akik jövőre, vagyis 2023. szeptemberében kezdik meg a középiskolai tanulmányaikat, ők majd akkor tudnak beköltözni a kollégiumba, de néhány diákot akár már a fél év közben is fel tudnak venni. Fél év végéig, tehát 2023. január végéig van lehetőség arra, hogy aki most 9. osztályos középiskolás, és nagyon érdeklődik a honvédelmi pálya iránt, vagy, mint ahogy ezen a héten már megtörtént, abból az 5 középiskolából, aki csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz, és olyan diákról van szó, aki közismereti tantárgyként tanulja a honvédelmi alapismereteket, őket még január végéig tudjuk fogadni, de második fél évben már nem. Az 5 intézmény közé tartozik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Iskolája, a Vasvári Pál Gimnázium az Abigél, illetve a Szakképzési Centrum 2 iskolája, az Évisz és az Incédi. A rendezvény 2 napos a Vitéz Miketsz Kálmán Honvéd Kollégiumban, így aki pénteken lemaradt, szombaton november 12-én még részt vehet a programokon, és megismerheti a kollégium működését, illetve a Magyar Honvédség lehetőségeit.